a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség kezdeményezésére a Honvédelmi Minisztérium, Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata és a Magyar Államvasutak támogatásával katonai tiszteletadás mellett avattak emléktáblát a székesfehérvári vasútállomás homlokzati falán. A tábla a magyar királyi Szent István III. Gyalogezrednek állít emléket, amelynek katonái 1942 tavaszán és őszén a vasútállomásról indultak a frontra, ahol a dombmenti harcokban az ezred szinte teljesen megsemmisült. Azokra a napokra és azokra a pillanatokra is emlékezni kell, amikor azok a katonák és azok a munkaszolgálatosok, akik a Donnál életüket áldozták magyar hazáért, elindultak a csatába, és most felavattuk azt az emléktáblát itt a Székesfehérvári vasútállomás oldalán, amely emléket állít ezeknek a napoknak és ezeknek a pillanatoknak, ezeknek a hősöknek, mert ki kell mondanunk, hogy hősök voltak a magyar katonák, akik áldozatot hoztak a magyar hazáért. Paféri Zoltán, a MÁV elnök vezérigazgatója beszédében megidézte a magyarság nemzeti sorstragédiáját, kiemelve azokat a napokat, amikor a vasúttal útnak indultak a hadtest katonái és felszereléseik. Mi is tanúi lehettük annak, amikor 1942. november 4-én a Székesfehérvár városa a vasútállomásról búcsúztatta a 3. gyalogezred, honvéd gyalogezred katonáit. Ez időtájt 822 vasúti szerelvénnyel, 4410 vagonnal indult meg az a menet a Donkanyarba, amely a katonákat szállította, illetve azokat a hadi eszközöket, amelyeket a háborúban használtak. A beszédeket követően a Szent István mezőgazdasági szakképzőiskola diákja Győri Zoltán viccavalta el Zempléni Miklós egykori katonaorvos a Boldog szunnyadokhoz című versét, majd Spány Antal megyés püspök áldotta meg a magyar hadtörténelem leggyászosabb eseményének mementóját, amelynek személyes veszteségei a katonák és a hozzátartozók által megért megpróbáltatásai a mai napig felfoghatatlanak számunkra. Ezt követően pedig a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit.